Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofon mögött, Nagy Bató Jonatán. Ez a Világnézet rendkívüli adása Megyeri Jonatán Rabbival, a Neokon főszerkesztőjével. Szervusz, köszönöm, hogy fogadod a hívásunkat. Szervusz, üdvözlöm a nézőket, hallgatókat. Tűzszünet lépett életbe az izraeli védelmi erők és a Hezbollah libanoni síta terrorszervezet között. A CNN és a Channel 12 izraeli csatorna arról számolt be, hogy a javaslatot megszavazta az izraeli biztonsági kabinet. Benjamin Netanyahu izraeli kormányfő korábban felvett tévébeszédében arról beszélt, hogy a teljes kormány elé viszi a megállapodás tervezetét, de egyértelműen nem jelentette be a fegyvernyugvást. Mi történt? Hát tulajdonképpen jól összefoglaltad az eseményeket. Van egy tűzszüneti javaslat. Ugye Izrael még a legutóbbi percekig vagy órákig bombázta a Hezbollah állásait Libanonban, többek között egyébként Beirutban is. Ezek célzott támadások, rakéta, kilövők, illetve fegyvertározókkal szemben, vagy ellen. Most formálódik formálódott egy tűzszüneti megállapodás, amit valóban elfogadott a biztonsági kabinet. Az izraeli miniszterelnök azt mondta, hogy a kormánnyal is megtárgyalja, pontosabban a parlamenttel is megtárgyalja az eseményt, vagy az ügyet. Ez az én meglátásom szerint nem csak egy formalitás, sokkal inkább teszteli a közvéleményt, az izraelit, úgy, mint a nemzetközi közvéleményt az izraeli államfő, hogy milyen visszhangja lesz egy ilyen, vagy milyen visszhangja van egy ilyen megállapodásnak. Tehát magyarul még nem meri kimondani a 100%-os áment a dologra, csak a 98%-os áment a dologra, és hogyha nem lesz nagy nemzetközi felháborodás, vagy akár az országon belül, tehát izraeli közvéleményben nagy felháborodás a tűzszünet miatt, akkor természetesen megszárad a tinta rajta. Legalábbis egy idegenes dologról van szó. Mi lehet a tűzszünetnek az oka, mi állhat mögötte? Ugye sok szempontot kell itt Izraelnek mérlegelnie. Az egyik szempont, és nagyon fontos szempont az az, hogy a Hezbollah síita terrorszervezet tulajdonképpen hatástalanítva legyen. Tehát ez azért jelentős részben megtörtént. A vezetőit sorra likvidálta Izrael, legmagasabb szintől a közép- meg alacsony szintekig. Ugye amikor emlékszünk mindannyian talán arra, hogy amikor Hassan Nasrallahot likvidálta Izrael, és utána kinevezték az új vezetőt, azt is likvidálta Izrael, majd egy harmadikat is, akit kineveztek a második helyére. Tehát rendkívüli titkosszolgálati információkkal rendelkeztek egyébként. Ezt csak mellékesen jegyzem meg, vagy nem mellékesen, hogy az egész hadjárat rendkívül precíz módon zajlott. Izraelnek elképesztően részletes információi voltak a Hezbollah fegyverállásairól, rakétaállásairól, fegyverraktárairól, és mert hát ugye az akciók azok mind ezeket célozták, nagyon-nagyon kevés polgári áldozat mellett, úgyhogy ez egy tényleg katonai bravúr, tulajdonképpen bravúrnak nevezhető ez a libanoni akció. Tehát ugyanakkor Izrael megfogadta, hogy a Hezbollahot hatástalanítja, hogy az északben élő majdnem 100 000 állampolgár visszatudjon költözni az otthonaiba, anélkül, hogy folyamatos fenyegetettségben élnének. Itt már elég nagy a nemzetközi nyomás, mármint a belföldi nyomás arra, hogy ezeket a lakosokat vissza lehessen, akik most már több mint egy éve száműzve vannak az otthonaikból, országon belüli menekültekről van szó, ők visszakerülhessenek az otthonaikba. Én nem lennék meglepődve, hogyha a gázai hadjárat is hamarosan véget érne, attól függően, hogy Izraelnek sikerül persze visszakapni a túszokat, ami most már igazából a legfontosabb, és szinte az egyetlen akadálya a gázai hadjárat befejezésének is. Van benne egy kis amerikai nyomás egyébként, egy kis régiós amerikai nyomás. A Biden kabinet még szeretne felmutatni valami pozitívumot, mielőtt leköszön az elkövetkezendő két hónap múlva. Úgyhogy ezek együttese állhat a dolog mögött. Ilyenkor egyébként nem lett volna jobb taktika Izrael részéről, mondjuk, ha már ennyire meggyengítette a Hezbollahot, akkor egy életre leszámolni velük? Nézd, a Hezbollahal azért, hogy Hezbollah egy kicsit még a Hamasnál is, vagy Hamasztól is eltérőbb részben azért, mert Hezbollah nem pusztán egy terrorszervezet, az is, de nem csak az. Ez egy párt, ez egy libanoni legitim párt, ez egy ideológia,
Ez egy rendkívül elterjedt szociális rendszer. A Hezbollah kórházakat működtet, egészségügyi szolgáltatásokat működtet, bankokat működtet, vagy bankrendszert működtet, tehát teljesen leszámolni velük nem lehet. Hát azért emlékezzünk, hogy Izrael jelentős támad, vagy jelentős, hogy mondjam, jelentős meggyengített a Hezbollahot. Tehát a csipogós akcióban majdnem 3000-en sebesültek, vagy haltak meg a Hezbollah operatívjai közül. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy úgy érzi Izrael, biztosan úgy érzi Izrael, hogy a legfontosabb személyek likvidálva lettek, a legfontosabb vezetők likvidálva lettek. Az ideológiát nagyon nehéz kiírtani, és egy ilyen nagyon szövevényes rendszer, szövevényes hálózatot, mint a Hezbollah, nagyon nehéz kiírtani. De az, hogy egy olyan csapás mértek rá, és a fegyverek jelentős részét megsemmisítették, nem utolsó sorban, és ez egy fontos szempont, hogy egy hosszú időre elvegye a kedvét a Hezbollahnak a rakétázástól és az Izrael rettegésben tartásától, abban egészen biztos vagyok. Nem fognak különben új tűzszünetet kötni Izrael, vagy nem fog tűzszüneti megállapodást kötni Izrael úgy, hogy nem érzi, vagy hogy fenyegetve érzi magát. Szerinted egy ilyen tűzszüneti tárgyalás, amit meg kellett, hogy előzze egy egyeztetés, vagy egy kiegyezés Iránnal, Izrael és Irán között? Ezt nem gondolnám. Azt gondolom, hogy a Hezbollah engedélyt kért mindentől Iránra. A Hezbollah egy Irán által finanszírozott szervezet, ideológiai hátteret is Irán nyújt számára, 100 000 szál köti Iránhoz. Az biztos, hogy egy ilyen fontos lépésben a Hezbollah egyeztetett Iránnal. Azt nem gondolnám, hogy Izrael egyeztetett volna Iránnal. Azt elképzelhetőnek tartom, hogy különböző ilyen közvetítők vagy tárgyalók, felek, ugye harmadik szereplők, úgyis mint mondjuk Egyiptom, Katár, Szaudiak és hasonlók valamilyen szerepet játszhatnak ebben a dologban. Ezt teljesen elképzelhetőnek tartom. Az, hogy közvetlen kapcsolat legyen Izrael és Irán között bármilyen módon, akár titkosszolgálati, ezt nem tartom lehetségesnek. Említetted, hogy Izrael nem köt úgy tűzszünetet, hogy ne lássa azt, hogy a lakosság az békében fog tudni élni. Mik lehetnek a pontjai, vagy mik a pontjai a tűzszünetnek, hogyha ezek már nyilvánosak? Én még nem láttam, hogy nyilvánosak lennének. Nézd, ugye mindig elmondjuk azt, amikor áldozatokról, és főként polgári áldozatokról van szó, egy háború, egy bármilyen hadjáratnak vannak katonai céljai, vagy egyáltalán céljai, katonai célok, politikai célok, tehát vannak céljai. Ha cél sikerül elérni, akkor a háború sikeres. Ha nem sikerül elérni a célt, akkor a háború sikertelen, akkor egy polgári áldozat, vagy egy akármilyen áldozat, katonai polgári áldozat is fölösleges és rossz. Ha sikerül elérni a célt a minimális áldozatok mellett, akkor a hadjárat sikeresnek nyilvánítható. Izraelnek, tehát hogyha visszaemlékszünk tavaly 2023. október 7-e előtt, a Hezbollah körülbelül 150 kötőjel 250 ezer rakétát, jó minőségű rakétával bírt, drónokkal és rakétákkal, amelyek Izraelre voltak irányítva. Ez egy nagyon-nagyon komoly fegyverarzenál, profi, komolyan kiképzett katonákkal. A Hezbollah az nem egy bóvli terrorszervezet, és még csak nem is, nem itt, hogy a Hamász bóvli terrorszervezet volna, csak a Hamász teljesen más módon tudott működni. Hát ő tulajdonképpen underground működött, nem tudott gyakorlatilag legitim módon működni. A Hezbollah az egy legitim szervezet Libanonon belül, egy terrorszervezet, de legitimen működött Libanonban, parlamenti képviselettel, stb. Tehát, hogy egy sokkal-sokkal jelentősebb fenyegetettséget jelentett Izraelre, jelentett Izraelre, mint mondjuk például a Hamász. Úgyhogy ha Izrael fegyverszünetet köt a Hezbollahhal, akkor abban biztosak lehetünk, hogy ezt a fenyegetettséget, ezt ők nem érzik reálisnak most már. Szerinted lehet köze annak, hogy ugye ez az egész ez a tűzszünethez, hogy mondjuk Biden úgy szeretné befejezni az ő ciklusát, hogy valamilyen külpolitikai eredményt elért? Igen, ezt említettem is, hogy az amerikai diplomáciának muszáj sikereket. Tehát, hogy a Bideni
kormányzat, főként ami a külpolitikáját illeti, nem csak a külpolitikáját, hanem gazdasági teljesítményét is, meg a illegális migráció tekintetében is, de főként a külpolitikában teljesen felsült. Ez ugye, emlékezünk, 2020 előtt béke volt a világon, vagy legalábbis mindig ingatag volt, de béke volt. Most meg két folyó háború van, két regionális konfliktus, ugye Oroszország megtámadta Ukrajnát, és Izraelt megtámadta a Hamas terrorszervezeten keresztül, tulajdonképpen Irán. Tehát, hogy két komoly háborús konfliktus van a világon, sok más konfliktus mellett sajnos több tucat fegyveres konfliktus folyik jelenleg, amiről kevesebbet hallunk. De hát, tehát, hogy nem lehet azt mondani, hogy a Biden kormány külpolitikailag bármilyen módon sikeres lenne. Hogyha fel tudna mutatni legalább egy ilyen részeredményt, hogy legalább a Hezbollahot sikerült, hogy mondjam, tehát, hogy egy kicsit lefékezni, vagy visszaverni annak intenzitásából, az legalább valami részleges külpolitikai eredmény lehet a Biden kabinetnek. Én nem tartom azt kizártnak, hogy az nem titok, hogy Benjamin Netanyahu, izraeli kormányfő, és egyébként egész Izrael állam rendkívül örült Trump elnök megválasztásának. Trump támogatottsága Izraelben talán magasabb, mint az Egyesült Államokban. Úgyhogy az biztos, hogy Trump megválasztása nagyon-nagyon jó hír Izrael számára. Nem tartom azt viszont elképzelhetetlennek, bár a politikában ritka a hála, mint kategória, meg egyáltalán a jelképes, hogy is mondjam, ajándék, de az, hogy Izrael belemegye abba, hogy amerikai nyomásra valamilyen sikert lehessen külpolitikailag felmutatni, úgyhogy de ez közben nem árt Izraelnek, ahogy említettem, tehát Izrael eléri, vagy elérte a háborús céljait, nem érzi magát fenyegetve. Ezt elképzelhetőnek tartom, hogy az izraeli kormányzat egy ilyen ajándékot még bedob, elnézést kérek a Bidennek, még a leköszönése előtt. A tényleges békét, azt szinte biztos vagyok, hogy a Trump elnökségre tartogatja. Ez ugyanúgy igaz Libanonra, mint ahogy igaz a Hamasra is. Te számítasz arra, hogy lesz tényleges béke megállapodás a Hezbollah és Izrael között? Hát így ebben a formában nem tud béke megállni. Ez egy terrorszervezet. Tehát ugye az egészben az a rendkívül cinikus az elmúlt egy évben, hogy úgy beszélgetünk ezekről a szervezetekről, és most szigorúan nem, ugye ahogy említettem, a Hezbollah, csak hogy ne értsenek félre a kedves nézők, hallgatók, a Hezbollah Libanonban egy legitimen működő szervezet. A világ minden országa szinte terrorszervezetként tartja nyilván, mert hogy az is. Sajnos Libanonban egy működő párt. Jó, de maradjunk abban, hogy a Hezbollah, minden nyugati szemmel nézve, a Hezbollah egy terrorszervezet. Most a probléma az elmúlt egy évben többek között az, hogy az ilyen szervezetek, mint a Hezbollah vagy a Hamász, ezeket úgy kezeljük, mint hogyha ezek legalábbis nem tudom, legitim állami szervek volnának, akikkel le lehet ülni, meg vannak nekik tárgyalóik, meg tárgyalócsoportjaik, akikkel biztos meg lehet egyezni egy szépen megterített asztal mellett, de nem, ezek terrorszervezetek, ezek véres gyilkosok, véreskezű gyilkosok. Rendkívül cinikus ugye, a világ részéről az, hogy egy részről azt mondták, hogy a Hamasszal, miért nem ül le Izrael a Hamasszal tárgyalni, másrésztről pedig, tehát nem tudta a világ eldönteni, hogy miként kezelje a Hamászt, és beemelte annak a lehetőségét, hogy ezt a szervezetet, mint mondjuk a Hamász, vagy akár a Hezbollah, vagy a palesztin iszlám dzsihád, ezeket úgy kéne kezelni, mint normális szereplőket. Ezek nem normális szereplők, ezek terrorszervezetek. Terrorszervezetekkel nem szokás leülni, tárgyalni, úgyhogy nagyjából ezt tartja Izrael is a szeme előtt. Nem hiszem, hogy a Hezbollah lesz az, akivel Izraelnek konkrétan tárgyalnia kell. A Hezbollahot a libanoni népnek, a libanoni politikának kell kivetnie magából. Most jelentősen meggyengült, erre lehet, hogy most van reális esély. Abszolút téged alátámasztva, az Egyesült Államok se egy béketárgyalással kezdte a beszélgetését 9-11 után, tehát hogy ez abszurd. Ugye olyanokat is lehetett hallani. Tehát hogy... az, amit az Al-Qaida, küldjön az Al-Qaida tárgyalócsoportot. Igen. Mi van? Megáll az ész. Nonsense. Abszolút. Olyanokat lehetett hallani,
sajtó lehozta, hogy az Izrael és a Hezbollah közötti határsávra ugye békefenntartókat küldenének be, és ezen békefenntartók esetlegesen lehetnének a libanoni kormányerőknek a hadserege. Szerinted ez egy működő koncepció lehet? Én szerintem ez egy működő koncepció lehet. A békefenntartók felsültek, tehát ugye volt egy UNIFIL nevű szervezet, amely ugye hát az utolsó libanoni háború úgy zárult le azzal a megállapodással, több mint 10 évvel ezelőtt, hogy a Litani folyótól délre egy kb. 30 kilométeres sávot demilitarizált övezetként az ENSZ békefenntartói tartanak fennhatóság alatt, és ott nem engedik, hogy a Hezbollah onnantól vagy ott tevékenykedjen. Most a helyzet az az, hogy az elmúlt több mint egy évtizedben ezek az ENSZ idézőjelbe vett békefenntartói, ezek nem úgy szemet hunytak a Hezbollah terroristáinak a jelenléte felett, hanem sokszor segítették is őket. Tehát, hogy az egész rendszer velejéig korrupt, elképesztően cinikus és korrupt, ugyanez vonatkozik hasonló a helyzet, mint mondjuk Gázában az UNRWA nevű palesztin menekülteket segélyező ENSZ szervezetre, amelyeknek a dolgozói közül sokról kiderült, hogy részt vettek október 7-i terrortámadásban, hogy megtűrték az iskoláik alatt, vagy megtűrik az iskoláik, a kórházaik alatt a terrorfészkeket, a rakétakilövőket, és így tovább a tankönyveket, amelyeket kiadnak a zsidók gyilkolására, szólítanak föl, vagy ezt oktatják, így doktrinálják a gyerekeket. Egyébként nem mellékes módon európai országok, mint például a magyar adófizetők pénzéből. Szóval ezek a szervezetek rendkívül módon felsültek. Izraelnek nincs jobb tapasztalata az ENSZ békefenntartóival, és érthető módon szkeptikus, amikor ilyesmiről van szó. Ha belép egy libanoni állami hadsereg, mint békefenntartó, ami konkurenciája tulajdonképpen a Hezbollahnak, ami egy ilyen félállami történet, tehát egy konkurens valami, akkor az Izrael számára nagyobb biztosítékot jelent, például abban a tekintetben is, hogyha ők felsülnek, ha ők háborúznak, akkor egy esetleges későbbi Izrael-Libanon elleni háború, az akkor már két ország háborúja, és nem pedig Izrael háborúja egy terrorszervezet között, ami megint szintlépés volna, ettől a jó Isten mentse meg, hogy ilyesmi megtörténjen természetesen, de hát ott akkor megint más elbírálás alá esik, egy konfliktus, egy fegyveres konfliktus, mint amikor egy állam egy terrorszervezet ellen harcol. Amikor tehát mondjuk nagyobb, ha tetszik, a tét nagyobb, és emiatt talán fenn van annak, vagy fennáll annak a reménye, hogy a szereplők is komolyabban veszik a dolgot, és itt most konkrétan nem Izraelre gondolok, hanem a másik oldalra. Amikor a Hezbollah ennyire meg van gyengítve, tényleg szinte az összes vezetőjét likvidálta már Izrael, ekkor nem gondolhatja úgy egyébként a libanoni legitim kormány, hogy miért ne számoljuk fel a Hezbollahot? Ja, simán előfordulhat. Ugye a kérdés az, hogy a libanoni közvélemény számára hogyan fest jelenleg a helyzet, ami a Hezbollahot illeti, mert való igaz, jelentősen meg van gyengülve a Hezbollah. Tulajdonképpen ugye az is kiderült ebben az ütközetben, vagy ebben az elmúlt pár hétben, amióta Izrael konkrétan, mert ugye mi történt, csak hogy emlékeztessem a nézőket, hallgatókat, tavaly október 7-e után másnap, tehát nagyjából 8-án a Hezbollah elkezdte Izraelt rakétázni, kvázi beszállt a balhéba, ha úgy tetszik, teljesen, hogy mondjam, indokolatlanul, vagy nem kapott meghívást, ha úgy tetszik ebbe a sztoriba, ugye neki nincsenek területi igényei Izraellel szemben, nem úgy, mint mondjuk a Hamásznak, stb. És a Hezbollah egy rettegett terrorszervezet volt, az említett 150-250 ezer rakétáival, meg fejlett drónjaival, meg Szíriában és egyéb más országokban kiképzett és harcedzett katonáival, tehát hogy egy tényleg nagy fenyegetést jelentő terrorszervezet volt. És hát az derült ki most az elmúlt, nem tudom, 3-4 hónapban, hogy hát ez inkább papírsárkány volt, mint bármi más, és az izraeli hadsereg jelentős túlerőben van, az izraeli
titkosszolgálati vagy titkosszolgálati információk pedig nagyon részletesek azzal kapcsolatban, hogy a Hezbollah mit csinál, hol vannak az emberei, hol vannak a vezetői, hol vannak a rakétaállásai, hol vannak a fegyverraktárai, tehát mindent a legapróbb részletekig tudtak róla, ugye a csipogói be voltak robbanószerrel tárazva. Szóval, hogy azért a Hezbollah nimbusza az jelentős, drámaian megmihájlott, vagy megcsuklott, úgyhogy libanoni közvélemény kihátrálása a Hezbollahtól nem okozna számomra túl nagy meglepetést, hiszen bármennyire is támogatták, látták, hogy hát ezek ahhoz képest, hogy mire tartották őket, ahhoz képest hát jelentősen kisebb pályások. Említetted, hogy számítasz arra, hogy most, miután a Hezbollahkal valószínűleg kiegyezik Izrael, ezután Gázában is képes lesz kiegyezni a Hamásszal valamilyen szinten. Milyen forgatókönyvre számítasz, mondjuk egy ebben az évben még mit érhet el Izrael, és még a jövő év elején mit érhet el Izrael Gázában? Én sajnos azt kell mondjam, hogy a túszokat illetően meglehetősen pesszimista vagyok. Ne legyen igazam. Én nekem az a véleményem, ugye mindenki azt mondja, az izraeli katonai hírszerzés is azt mondja, hogy a jelenleg 101 még a Hamas palesztin terrorszervezet fogságában lévő izraeli túsznak körülbelül a fele már nem él, mert valószínűleg nem él. Én szerintem ennél rosszabb a helyzet, és nem konkrétan az élők, illetve a holtak aránya tekintetében feltétlenül, hanem abban a tekintetben, hogy a Hamas tudja egyáltalán, hogy hol vannak ezek a túszok. Tehát ugye szétesett minden kommunikáció már Gázában a terroristák között, mindenki alagutakban van, a túszok össze-vissza lehetnek katonai és félkatonai, meg ilyen terroristák és terrorista támogatóknak a fogságában. Ugye hát emlékezzünk, az izraeli hadsereg kvázi idézőjelben mondott civilektől, szokat, tehát civilek házában is tartottak fogva túszokat. Azt csak azért érdemes kiemelni, hogy értsük, hogy Gázában olyan, hogy civil, olyan, hát mondjam, nettó civil azért az nagyon-nagyon ritka, vagy kevés. Nos, tehát én azt gondolom, hogy a Hamász azért van nehéz, azért is nehéz helyzetben van, hogy a túszokról tárgyaljon, mert nekem meggyőződésem, hogy nincs tudomása arról, hogy a túszok többsége hol lehet, ezért a legfontosabb aduász a kezükből hiányzik. Ugyanakkor ez Izrael számára sem feltétlenül jó hír, mert nem fog tudni úgy tűzszüneti megállapodást kötni a Hamásszal, hogy a túszok visszatérését nem tudja garantálni. Én nem tartom valószínűnek, hogy ebben a naptári évben túl sok változás lesz Gázában. Azt már jobban valószínűsítem, hogy egy Trump kormányra lépése az nagyobb pressziót fog jelenteni a Hamászra és egyáltalán a gázaiakra, és talán a túszokat is talán jobban feladják, mint amire most motivációt éreznek. Hozzáteszem, ha jól láttam, az izraeli kabinet 5 millió dolláros jutalmat és szabad eltávozást ígért azoknak a gázaiaknak, akik túszokat adnak vissza. Akár egyet is, ha jól tudom. Tehát fejenkénti pénzről beszélünk, azért ez egy nagy, hogy mondjam, ez a gázaiak számára egy óriási, maga az összeg is óriási, meg egyáltalán az, hogy szabadon távozhatnának. Egy kitörési lehetőség. Egy kitörés, igen, köszönöm, hogy valóban egy kitörési lehetőség. Ennél sokkal jobb dílt nem hiszem, hogy fognak kapni, meg itt most már nem az a kérdés, hogy 1 millió dollárt kapsz, vagy 2 millió dollárt, tehát nem gondolom, hogy itt már ennyire konkrétan a pénzen múlik. Mondom, én azt látom nagyon nehéz, azt látom nagyon bonyolultnak, hogy a Hamász tud-e érdemben tárgyalni abban a tekintetben, hogy mi lesz a túszokkal. De még egyszer, azért Izraelnek van egy másik háborús célja is a túszok visszaszerzése mellett, az pedig annak biztosítása, hogy többet a Hamász ne, és a Hamász vagy a hozzá hasonló terrorista szervezetek ne vegyék át az uralmat Gázában, ahogy ezt tették 2005-6 tájékán, ugye amikor őket választotta a gázai lakosság egy kvázi demokratikus választáson, úgyhogy ezt Izrael még egyszer nem engedheti meg magának.
mert a súlyos ára, amit fizet Izrael, az tavaly október 7-én látszott. Ha eddig nem lett volna világos a minden évben többször meginduló rakéta záporból, akkor tavaly ezt mindenképpen megtanulta, ezt a leckét. Úgyhogy én Gáza tekintetében nem vagyok túlságosan derülátó. Nem tudom, hogy nem-e az lesz a vége, hogy az izraeli hadseregnek kell négyzetcentiméterről négyzetcentiméterre átfésülni Gázát, hogy a 101 túszt visszakapja, és akkor viszont ez fegyveres konfliktust fog továbbra is jelenteni. Minden hallgatónkat arra kérjük és arra buzdítjuk, hogy imádkozzon Jeruzsálem békességért és a túszok hazatérésért. Megyeri Jonatán, köszönöm szépen, hogy ilyen késői órákban is a rendelkezésünkre álltál. Én köszönöm a lehetőséget, és köszönöm, hogy ezt a utolsó mondatot említetted, ez csak csatlakozni tudok. Ahogy Dávid király Zsoltárokban fogalmaz, imádkozatok Jeruzsálem békéért. Ez azt gondolom, hogy az egész nyugati világ, az egész zsidó-keresztény civilizáció érdeke. Abszolút. Köszönöm a lehetőséget. Köszönjük.